Hallo? Oh. Servus? Au! Lezi. Esos. Na, sziasztok, srácok, és üdvözöllek titeket újra itt a Kevészük a Minecraft sorozatban. Abban a sorozatban, amit szinte mindenki megállás nélkül kér tőlem a csatornámon, pedig mindig elmondok, hogy csak akkor tudok nektek ilyen videót felvenni, ha éppen van hozzá kedvem, mert ha nem lenne kedvem, nem lenne értelme felvenni, mert nem tudnám magam beleélni, de most szerencsétek van azoknak, akik ezt a sorozatot kérik tőlem, mert éppen nagyon megjött a kedvem kettő dologhoz, és kettő dologhoz teljes mértékben. Először is... Köszönöm szépen, kaptam egy tutti juice-t, és Kinga összevizezte az egérpadomat. A tutti juice-os matricáimat összevizezte. Na, rá is pöccintünk egy tutti juice-ra. ASMR-ba. Ez az. Még az arcomra is fröcskölt. Így, négy királyság. Ne fedjétek el, most már Kecskemét is ott vagyunk a szuperkópokba, és Budapesten most már rengeteg boltban ott vagyunk, és hamarosan terjedünk országszerte is. Na de! Először is, meg akarom ezt itt csinálni, mert sokat dolgoztunk vele, és most éppen semmi értelme nincs, ahogy van, mert itt ki van lyukadva, nincs meg az első szint, úgyhogy megcsinálom ezt a részét, itt a bejárat részét, és utána meg akarom keresni a Woodland Mansion-t, mert tök ciki, hogy megmondom nektek őszintén, én, aki 10 éve Minecraftozik, még Survivorben, mert kreatívban, meg már mapokon, meg rengeteg helyen voltam a Woodland Mansion-be, de... Még Survivorben nem voltam ott, és hiányzik a feltámadás előrelépésem, meg alapból foghassak ilyet a kezembe, mert ha jól tudom, már lassan a 100. résznél tartunk, és én még Woodland Mansion-t nem találtam. Úgyhogy, ezt a részét itt mi most szépen, hallok már, csinti csontvázakat csörögni, ezt a részét nem tudom, hogy csináljuk igazából, de ezen a részen legyen ugye a szintünk, legalábbis az első. Itt megcsináljuk, azt most még nem ígérem, hogy úgy, ahogy majd fog kinézni. Csak most már rendesen legyen már a bejárat része, meg minden, ne ilyen ocsmányul. Aminek semmi értelme nincs, mindjárt hozunk ide földet, követ, meg minden. És akkor ezeket a részeket is itt el lehetne zárni, mert ugye nincsen rá szükség. Meg a kart, azt is áthelyezhetjük, igaz, azt már még azt mondom nektek, hogy nem is rossz helyen van. Mert meg tudjuk jegyezni, hogyha ide hozunk magunkkal egy torcsot, vagy bármit, de lehetséges amúgy, hogy ide is áthozhatnánk. Lehet, hogy inkább hozzuk át ide. Ja, vagy ide a külső részre. Azt nem tudom, hogy itt van valami. Ó, hát végül is ide is áthozhatjuk, de lehet, hogy így valahova ide kéne áthozni. Na jó, ezt mindjárt kimatekozom. Csak ezt leteszem ide. Szóval ezt itt most egy kis timelapse-be gyorsan megcsinálom, mert ezzel nem akarom most már húzni az időt. Utána pedig felszerelkezünk ahhoz, hogy elinduljunk egy Woodland Mansion-t keresni, és közben elmesélem nektek azoknak, akik még nem tudják, hogy mi is ez a Woodland Mansion, mit is lehet ott találni, mire kell figyelni, stb. Akik pedig tudják és ismerik már ezeket, azok pedig maradjanak itt, és hogyha kihagyok valamit, akkor nyugodtan egészítsék ki. Most én szépen elrepülök, majdnem meghaltam. Wow, azért ezt a technikát. Felszerelkezem, ahhoz, hogy ezt itt szépen megcsinálhassuk, és akkor utána megyünk is vissza, de ahogy mondta, mindig megérdek a papagájok, teljes mértékben zombi hangokat adnak ki. Mint ahogy mondtam, ez egy gyors timelapse-ben lesz nézhető, úgyhogy let's do this. Na, úgy döntöttem, hogy ez itt marad, mert igazából hogyha ezt leszedjük, ez teljesen átlátható hely, mert ugye ennek nem muszáj itt lennie. Ide tehetünk egy torcsot, vagy bármi mást, ami úgy tartja, vagy átvariálhatjuk igazából. De ez itt megegyezhető hely, ugye a füves blokk, második füves blokk, ami nem havas. Úgyhogy így bejövünk, így szépen itt van, az összes ilyen lyukat ott becsináltam. Most már ezeket is. Majd itt ezt persze teljes mértékben ki kell dekorálnunk meg minden, de ezt most már a többiekkel akarom. És ha a többiekről van már szó, akkor hagyd mondjam el azt is, hogy nagyon-nagyon sokan kérdezitek tőlem, de amúgy így néz ki. Szerintem ez innentől teljesen király, ezt is itt befettem. Nagyon-nagyon sokan kérdezitek tőlem, hogy mikor jönnek már a többiek, miért nem szerepelnek már a sorozatba. Nagyon-nagyon nehéz összeboronálni, összeszedni az egész csapatot. Főleg, hogy van, aki most éppen nyaralni van, nincs itthon, amikor ezt a videót felveszem. És hát akkor, ha pedig nem csinálok videót, akkor pedig az a baj. Úgyhogy inkább olyan dolgokat csinálok, amit egyedül szeretnék, mert például majd a Woodland Mansion-be a többiekkel szeretnék elmenni, de megtalálom, felírjuk a koordinátáit, reméljük megtalálom, és utána majd visszamegyünk a többiekkel oda.
Mert annak nincs értelme, hogy a többiekkel megyünk, mert hogy is mondjam nektek, ide egy mending könyv kell nekem, azt mindenféleképpen, mindjárt rá is tesszük. A másik, ami kell nekünk, az pedig van papírunk, kell nekünk gunpowder, majd mindjárt felmegyünk a Creeper Spawnerhöz, mert várjál, még kelleni a tűzijátékomnak, igaz? Így akkor nem is kell nekünk most gunpowder, mert amire nagyon-nagyon szükségünk van, mert hosszú utat fogunk megtenni, az gunpowder és vasblokk, ez a sok vasblokk minek van? Erre nincsen szükségünk. Ezt nem is viszem el magammal. Erre van szükségünk. Ebben van egy kis sült hús, meg gunpowder, nem, tűzijáték. Van ez, van amaz. Igazából amire ott szükségünk van, ez egy jó kard, a jó ruházat, ez mind megvan nekem. Íjak, erre teszünk mendinget. Még gyorsan átszaladunk Levihez, mert ott van egy csomó mending könyv. Mindenféleképpen. A másik pedig a texture pack, amiről szerettem volna veletek beszélni, hogy azt is kivettem. Pedig ugye annó azzal a texture packkel indult a sorozat, amit az előző részben láthattatok, de sokan azt írtátok, hogy vegyük ki. Úgyhogy valószínűleg erről majd fogunk egy szavazást csinálni, csak hogy mondtam is, a YouTube hála az égnek kivette, nem hála az égnek, ezt ironikusan mondtam, sajnos kivette a szavazási kártya lehetőséget, pedig szerintem ez egy... Oh, eltört. Az pedig szerintem egy csodálatos dolog volt, de sajnos kivették, úgyhogy nem tudunk mit csinálni. Na de! Szóval a Woodland Mansion-ök, azok, ahogy a nevükben is van, igazából az erdőben vannak, és nagyon-nagyon ritkák, és nehéz őket megkeresni. Az egyetlen hely, és ott megy egy Iron Golem hátul, nézzétek, és rip Iron Golem. Amerre nem voltunk még a szerveren felfedezni, az ez az irány. Igazából erre nem nagyon voltunk, ugye arra nagyon sokat jártunk, arra nagyon messze elmentünk, arra nagyon sokat elmentünk. Ez az irány, amerre még nem nagyon volt egyikünk sem. Valamelyik nap Levivel tanakodtunk, hogy merre induljunk el és merre keressünk, mert... Hát biztos vagyok benne, hogy ezek nagyon-nagyon messze van hozzánk, a legeslegközelebb. Úgyhogy ami lényeg, hogy erdőt keressünk. Nagy erdőt kell keresnem, mert ilyen területen nem nagyon van Woodland Mansion. Úgyhogy az biztos, hogy erdőt kell keresnem, és nagyon-nagyon oda kell figyelnem. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy meddig fog ez tartani, és hogy elég lesz ez a... tűzijáték mennyiség. Megnézzük. Elmegyünk egy ideig, és ha szerencsénk van, akkor erre találunk. Ha nincs szerencsénk, akkor erre nem találunk. És akkor nagyon nagy baj van. Ami fontos, hogy amiért megyünk, mert ezek a Woodland Mansion-ok egy, hogy is mondjam, nagyon-nagyon ritkák, és több érdekes szoba van bennük, mint például virágszobák, ágyas szobák, hálószobák mondhatni. Nagyon érdekes lootok és rengeteg mob van benne, amivel még a sorozatban nem is találkoztunk, és ugye ahhoz, hogy azt a küldetést is megcsináljuk, azt az előrelépést, hogy szinte minden mobot, már nem is emlékszem, hogy melyik volt az, megöljük, ahhoz azért sok mindent kell még teljesítenünk, úgyhogy srácok, induljunk is a titkos Boys Day Inn felé, és úgy megyünk, hogy erre, megegyezzük, erre indulunk, és repülünk, és nagyon-nagyon sokat repülünk, és ilyesmi helyeket keresünk, ami leginkább egy nagy erdő. Úgyhogy kívánjatok nekem sok sikert. Itt egy falu? Itt egy kicsi falu. Nem is erre emlékszem, tehát ott volt egy róka. Kívánjatok nekem sok sikert, én meg nem mozdítom az egeremet erről. Amúgy ezeket a területeket érdemes lenne végignézni, de azban biztos vagyok, hogy ennyire közel nem lesz egy sem. Úgyhogy let's go gamers. Én ezt jó taktikának tartom, hogy kiválasztasz egy irányt. És csak is kizárólag arra repülsz, mert amúgy el tudsz tévedni simán. Na, ezek már jó helyek, úgyhogy ilyen helyeken érdemes nézelődni, tehát egy kicsit magasabbra megyek, és majd visszarepülök, hogy ezeket a részeket megnézzük. Így, mi szépen. Töltötte be a szervert, mert azt se tudják sokan, hogy ugye mi szerveren játszunk igazából. Ja, nem úgy tűnik, mintha itt erre bármi lenne. Úgyhogy ismételtem... Halló? Mi baj van ezzel? Srácok, baj van. Király! Itt egy érdekes kis falu. Hello, ezek a dupla
dupla ajtós falvak. Szavasz, haverom! Nem árulsz esetleg egy... Ó, milyen jó kis törhetetlenség vaskar. Mert amúgy, meg lehet ezeket a fügyjai Woodland Mansion-öket térkép alap... A nyereg! Ú, ez fontos. Meg lehet ezeket a Woodland Mansion-öket amúgy térkép alapján is keresni. Szavasz, kis haver! Hol vannak még itt felnőttek? Ó, már megörültem. Én minden ilyet viszek, bocsi. Jöttem kirabolni. Ez jó jel amúgy, hogy ezek még kvázi teljes mértékben érintetlen falvak. Az azt jelenti, hogy még nem jártunk erre. Ő nem. Ott van cica. Olyan cicánk már biztosan van. Na jó. Igazából nem találok csak egy embert itt. Egy ember és ennyi kis gyerek? Érdekes. Ding-dong, ding-dong, Gergő megérkezett. Ó, itt egy párány hús. Wow. Milyen jól néznek ki ezek a falvak. Valami nagyon ég a füstölőben. Na jó, menjünk is tovább. Hoppá, bocsi kis haver, nem zavarok. Csak jöttem a chestedet megnézni. Wow. Mennyi minden dugdostatok itt. Wow. Ezt nézzétek, milyen szép hely ez. Figyelj. Ez kemény. Úristen, mennyi mob van erre, te. Hát ideig még nem sok szerencsével jártam, de nem adom fel. Még van... még van rakétám, ugye a shulker boxomba. Továbbá rengeteget gyalogoltam, amíg nappal volt. Meg vágtam fát is hajóhoz. Mert rengeteget mentünk víz felett. De még nem jártam szerencsével. Most mindjárt ezek, hogy betöltöttek, visszakanyarodok és elrepülök felettük. Úgyhogy nem sokára remélem talizunk, hogy ez az itt van! Vagy nem. Ó, ezt nézzétek, egy witch hat. Van benne witch? Van hát! Ú, de jól ráugrottam. Szavasz! Ó! Én nem akartalak már... Ó, van fekete macskája! Kell a fekete macska. Ú, de halat honnan fogok szerezni? Nincs nálam... Aj, nincs... Van fekete macskám? Szerintem nincsen fekete macskám. Tudunk craftolni... Tudunk craftolni... Kell hozzá pókháló. Álljon már le ez a... izé... Meddig fog... Ó, még 20 másodperc. Van itt pók. Pókica. Pókica. Minden van itt, csak pók nincsen. Várjál! Shears, olyat se tudok csinálni. Öcsém, mert mondom, Shearsből azt vissza tudjuk bontani. Ott van egy pók talán. Ott van, hát. Na, akkor most megvárjuk, hogy feltöltődjön az életem. Egy kis... izé, mellék kaland. Csinálunk. Csinálunk, mi az? Horgászbotot. Horgászbotból csinálunk. Nem, horgászbottal szerzünk halat. Hallal szerzünk macskát. Szavasz, pókica. Jó, hogy creeperica is van ott. Öcsém, a creepericát először ki kéne nyírni. Ja. A pókicát az karddal kell megölni, mert ezen van looting. Gyere, haver! Adjál hálót, jó. Oké, itt a baltánk. Hopp, kiugrott be a vízbe. Ugye nem a cica volt. Báránykám, várjál már. De várjál. Ó, hogy lehet te itt. Jó, már mondom, megijedtem, hogy mi történik, ez csak esik szét a fa. Horgászbot, jó. Horgászás. A horgászás elkezdődik. Ami azt jelenti, hogy... Hamarosan halat fogunk. Ami azt jelenti, hogy... Menj már innen, Squid! Squid, menj innen! Elijeszted a halakat. Egy sém, hogy neki pontot kell úszkálni. Na, halat ide nékem! Te bezavarja a halat, én mondom neked, azt csinálja. Elzavarja, ott jön. Egy biztos nem elég. Most már arrébb megyek, mert ez direkt bezavarta nekem a halakat. Ez a squid. Na, ezt sem gondoltam volna, hogy Woodland Mansion keresési közben, de ha van már fekete macskám, akkor nem tudom, mit csinálok. Van fekete macskám? Nem lehet tudni, de kell nekem fekete macska. Pedig itt fogom hagyni szegény, de nem baj. Övé lesz a boszorkány kunyhója. Csak a lényeg, hogy témelhessem. A lényeg, hogy témelhessem. Gyerünk, 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 halat ide nékem. Ott jön. Én halam. Ez az. Két hal elég.
Nyers lazac, meg nyers tőkehal. Úristen, mennyit... Hogy lett sírszem? Na jó, még fogok egyet, három már csak elég. Hogy lett sírszem? Valaki mondja már el nekem? Az is nagyon idegesít. Oké. Van egy hal, még hal. Let's go. Let's go. Türelmetlen vagyok. Várjunk, cica. Áú, el ne repülj. Vagy repülj. Vagy be kéne zárni az ajtót. Szegény, hogy fél. Jön a gonosz Gergő. Megölte a gazdáját. Nyugi, téged nem bántalak. Gazdádat se bántottam volna, csak ő bántott engem. Jó, igazából már most össze-vissza leestem meg minden. De itt felülről betámadunk. Szia, cica. Szia. Léci. Ez az. És azt hittem, hogy kapok valami csak... Várjál, már az összes cica megvolt nekem, nem? Már az összes macska megvolt. Nem. 10 per 11. Jó, akkor szerintem ez nőtt. Mennyi volt, srácok? Biztos emlékeztek. Szevasz, cica, mostantól ez itt a te birodalmad. Jó? Ez itt mostantól a te birodalmad. Én megyek tovább. Egy izém van. Az kemény. Az kemény, de ez cicám. Fú, te még van 64. Oké, let's go. Úristen, már kezdtem feladni. És itt vagyunk a mocsár mellett. Ez egy wood. Itt vagyunk a mocsár mellett. Na jó, ott van a cicás ház. Én nem hittem volna, hogy ilyen erdőben fogunk találni. Pedig ez az. Ez az. Ez az hát. Ezt nézzétek. Nem láttuk semmit. Ezt a szépséget nézzétek. Mekkora nagy. Úristen, mekkora te! Azt tudtam, hogy nagy. De hogy ennyire? Wow! Wow, wow, wow! Na! Hát srácok, megérkeztünk. Meg kéne keresni a főbejáratot. Igazából. Már ott vannak bent a mobok. És ezt ugye nem egyedül szeretném. Tehát leginkább ezt úgy szeretném, hogy a többiekkel. De lehet, hogy egy szobába vagyunk. Úristen, ez nagyon-nagyon nagy. Áú, hát ez nagyon durva. Nézzünk csak be az ablakon. Jaj, de megijedtem, Jézusom. Szavaztok, úristen, rendes mobok is vannak. Hűha. Ez a wool szoba. Nagyon sokféle szoba van. Ez az ebédlő. Szavaz. Szóval, hogy itt nem elég, hogy itt vannak ezek az evokerek, vexek, meg ilyenek. Ez a hálószoba lesz, gondolom én. Úgy látom, itt még rendes mobok is vannak, dögivel. Creeperök, rengeteg skeleton. Bejáratnak amúgy erre kéne lennie. Itt van, itt valahol. Aha. Így van. Így van. Ó, te fiú, te. Na, többieket ide fogjuk hívni. De én nagyon boldog vagyok. Úristen, mekkora. Ezt fogjuk bejárni valószínűleg a következő részben, mert én innen már haza nem repülök. Úgyhogy srácok, hogy kíváncsiak vagytok, és várjátok, akkor veressetek egy lájkot, don't forget. Ha pedig nem, és nem tetszett a videó, akkor nyugodtan egy dislike-ot ezzel jelezvén. Én ide ki is jövök, ide építek magamnak valami, nem tudom, kis bázist. Szerintem fából, ha már ők ilyen nagy fa, fanyűvők, mekkora épület ez. Szóval srácok, ne fedjétek el, ti vagytok a legeslegjobbak, köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hát a tutti zsúz legyen veletek. Sziasztok!